A szeptemberi tanévkezdést köszöntve új oktatási elemmel bővült az első Rákóczi György gimnázium rendvédelmi szaka. Az intézmény és a tantestület célja a színvonalas szakmai képzés segítése, valamint a diákokat megismertetni eljövendő, választott pályájukkal a gyakorlatban is. Ennek érdekében a rendvédelmi szakon tanuló diákok számára egy új szakterem lett kialakítva az intézmény emeletén. Tudtuk meg Nagy Józseftől, az első Rákóczi György gimnázium igazgatóját. Ez egy mintazárka, amelynek a keletkezése 4 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Egy szakmai konferencián, akkor a büntetésvégrehajtás országos parancsnokságának egyik képviselője említette azt, hogy lehetőség lenne ilyen mintazárka kialakítására a középiskolába, ha erre jelzik az iskolák az igényt. Mi ezt az igényt jeleztük, és ennek az igénynek a megvalósulása az, ami most jelen pillanatban, vagy ahol jelenleg állunk. A mintazárka a Sátoralja újhelyi börtönmúzeum segítségével került kialakításra, mellyel 3 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot az iskola. A helység kialakításában a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is közreműködött, és a munkálatokat a múzeum munkatársai végezték el. Busáné Bodnár Beáta, a Sátoralja újhelyi fegyház és börtön gazdasági osztályvezetője, aki kollégáival összeállította és berendezte a helységeket, levélben fejezte ki köszönetét az oktatási intézmény felé, hogy felismerte ezt a szükségletet, és együttműködési megállapodás született annak érdekében, hogy a rendészeti képzésben résztvevők számára életpálya lehetőségként jelenjen meg a szervezetben betölthető szolgálat. A zárka kialakításánál az egyik legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a diákok a lehető legautentikusabb forrásokból tudják a tudást magukhoz venni a szakmai órákon, és ennek céljából a zárka mellett egy másik szakoktatóterem is átadásra került. Hogyan néz ki egy zárka, egyáltalán mi a felszerelése, hogyan van az berendezve, mi a napi rend, ez is megtalálható benne. Remélem azt, hogy mindenki számára tanúságos, hiszen valóban a hangulata az nem a legkiválóbb, de nyilván az is a cél viszonylagosan, hogy megismerhessék a fiatalok azt is, hogy hogyan néz ki egy ilyen zárka belülről. Folytatódni fog ez a munka, mellettünk lévő teremben egy közszolgálati szakmai kabinet, úgymond szaktanterem kialakításával, amelynek berendezését egy részből ugyancsak a Börtönmúzeum biztosította, és más részét pedig a fenntartó. Én azt gondolom, hogy ezzel az intézmény egy jelentős előrelépést tett azon az úton, amely a magas szintű szakmai oktatást továbbra is megőrzés segíteni fogja a diákokat ebben az oktatási formában. Az intézményben jelenleg megközelítőleg 300 diák vesz részt rendvédelmi képzésben, így a gimnáziumi, szakgimnáziumi, technikumi, illetve a honvédelmi szakon tanulóknak is lehetősége lesz új ismereteket elsajátítani az újonnan kialakított helységekben. A közszolgálati szakgimnáziumi képzésben, illetve a közszolgálati technikumi képzésben vannak olyan anyagrészek, tananyagtartalmak, amelyek a büntetés végrehajtással foglalkoznak, tehát ezt beilleszteni ilyen szinten már nem szükséges, hiszen kellenek ezek az ismeretek, ezekhez fogják felhasználni, valamint a nyári szakmai gyakorlatok alkalmával, természetesen nyilván bemutató órákon, foglalkozásokon, tehát azt gondolom, hogy rendkívül sok oldalú lehetőséget biztosít ennek a teremnek a felhasználása az oktatás-nevelés rendszerében. A mintazárkai szaktanterem átadásán részt vett Bordán Szabolcs városunk polgármestere és Nagy László, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ szakmai vezetője is, akik az ünnepélyes szalagátvágást követően az intézmény diákjaival közösen tekintették meg az iskola új létesítményeit.